nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg, főleg a többi eredmény alakulásának tekintetében, hiszen majdnem minden riválisunk, mondhatjuk, bravúr győzelmet ért el, és hát ez a végelszámolásnál szerintem nagyon sokat fog számítani. Egy-egy győzelem is akár helyezéseket érhet a tabellán, vagy akár egy csapat belefut egy nagyobb vereség vagy győzelmi szériába, akár 4-5 helyet is ugorhat a tabellán, tehát nagyon sűrű itt a középmezőny, úgyhogy minden győzelem nagyon sokat számít nekünk, főleg ez az Alba elleni siker idegenben tényleg úgy gondolom, hogy nagyon jót tett a lelkeknek, meg úgy az egész csapatnak, hogy azért bizonyosodott, hogy amit munkát végzünk, az, hogyha tényleg keményen és folyamatosan csináljuk, akkor előbb-utóbb eredményre fog vezetni. Úgyhogy nagyon örült szerintem az egész csapat ennek a győzelemnek. Én még gyerekkoromból azért emlékszem a Honvéd, Körment Honvéd rangadókra, azért azok nem semmi mérkőzések voltak. Tényleg nagyon örülünk neki, hogy a Honvéd visszakerült az első osztályba. Egy nagyon szimpatikus politikát folytatnak így a bajnokságban azzal, hogy sok fiatal játékosra építenek, és folyamatosan hozzák bele a légiósokat. Nagyon jó kosárlabdát játszanak, szerintem akár mondhatjuk, hogy jobbat is, mint pár előttük lévő csapat. Nagyon jól dolgoznak, nem hiába az utóbbi 4 meccsükből azt hiszem 3-at megnyertek. Nagyon kell koncentrálnunk ahhoz, hogy itt hazai pályán sikerüljön nyernünk, mert tényleg veszélyes csapat, gyorsak, agresszívek, jól támadják a gyűrűt, most már 3 amerikai, 2 amerikai régiósuk, meg egy szerb játékosuk van, ha jól tudom, úgyhogy oda kell figyelnünk, készülünk rájuk a héten, remélem, hogy az Albakomp elleni győzelem után hazai pályán is fog sikerül nyernünk, mert hát igazából csak akkor ér valamit majd az a győzelem, hogyha ezt a szombati meccset is megnyerjük.